Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó adását láthatják. Ha bárhol az országban járunk, s beszédbe elegyedünk a helyiekkel, hamarosan érkezik is a kérdés, honnan jöttünk. Szentes neve hallatára pedig az ország legtávolabbi vidékein is kezdik sorolni. Paprika, vízilabda, drámai tagozat. Korábbi adásaink egyikében már bemutattuk dr. Szalva Péter életútját, akinek a helyi, bolgárkertészeken túl meghatározó szerepe volt a város zöldségtermesztésének országos, sőt nemzetközi hírűvé válásában. De mitől lett Szentes a póló egyik legpatinásabb vidéki helyszíne? Mai és következő adásunkban ennek járunk utána. Adásunkban régi fényképfelvitelek és a 60-as, 70-es, 80-as években készült archív videófelvitelek segítségével idézzük fel a múlt szép emlékeit. A kezdet pontos dátumára már senki sem emlékszik. A történetekre is csak egy alig ismert ballada utal. Igen, Szentesen a vízilabdának még saját balladája is van. Hajdanában, Danában, a kunmártoni határban, 1901 néhányban, mederben és holtákban úszni kezdtek egy néhányan. Szárnyas kerék címer pajzsuk, lelkes főnök volt az apjuk. Szív, erő, akarat vitte előre a kis hadat. Felfigyeltek hamar rájuk, Szentesen lett uszodájuk. Annak idején Kunszentmártonban egy állomás főnök fiai és barátai kezdtek el vízilabdázgatni az ottani holtágokban. Nádai Gézát, akinek emlékét ma a vasútállomás melletti tér őrzi, 1932-ben a vasúttársaság Tótkomlósról áthelyezte Szentesre. A vasúti szolgálat mellett sportszeretetétől indítatva, rögtön átigazoltatta a tótkomlósi csapatot Szentesre. Az indulás évében bajnokságot is nyertek. A futball mellett szívügye volt az úszás és a vízilabda is. Nagyon komoly munkát végzett annak érdekében, hogy a városban versenysportuszoda létesüljön. Az uszoda megépítésének gondolata 1930 nyarán vetődött fel. Helyét a remek adottságokkal rendelkező városi Széchenyi Parkba jelölték ki. Nádai Géza kitartásának és az akkori igazságügyi miniszternek köszönhetően Matyók Aladár műépítész tervei alapján megépült Szentes első uszodája. Ez az a medence, amelyet ma régi 50-esnek nevezünk. 1932. szeptember 4-én közel 3000 lelkes néző előtt emlékezetes úszóversennyel és a város vízilabda sportjának történetében első ízben bemutató mérkőzéssel megnyitották az új 50x20 méteres versenyuszodát. Most következő összeállításunk segítségével idézzük fel a strand egykori hangulatát. Ebben az időszakban a vízilabda szakosztály mozgatórugója az idősebbik nádai fiú, Nádai László volt. Vezető, szervező, edző és játékos volt egy személyben. Telt az idő, fordult a világ, új harcos vitte a zászlót tovább. De a zászló nem soká lebegett, nehéz idők vihara közeledett. Húzták, vonták nevét, jellegét, ki tudja számot vetni, hányt vetett életét. Uszodája strandfürdő lett, az úszókból fürdőzők lett. Úgy árulták a szakosztályt, mint piacon a káposztát. A háború utáni időkben került Csongrádra egy fogorvos, dr. Haraszti Ervin, aki az UTE evező szakosztályában sportolt, de érdeklődött az úszó és vízilabda sport iránt is. Ez érthető, ha tudjuk, hogy akkoriban az UTE, Dunaparti csónakháza és az uszoda egy épület volt. A két szakosztály sportolói közös öltözőben öltöztek, így Haraszti sok sportbarátra tett szert, aminek a későbbiekben még nagyon sok hasznát látta.
Csongrádon rövid ideig dolgozott, utána az akkori alispán ajánlására Szentesen kapott főorvosi állást az Otiban, valamint nyitott egy magánrendelőt a Kossuth utcában. Egy szép napon megjelent Nádai László a rendelőben, és felkérte Haraszti doktort, hogy vegye át a szentesi úszó- és vízilabda szakosztály vezetését és edzését. A vízilabdázáshoz azért értett az evezős múlt ellenére, mert a kor szokásához híven egy versenyző többfajta sportot is űzött, így Haraszti is. A fogorvos örömmel tett eleget a felkérésnek, mivel a bajnokságban az elinduláshoz feltételnek volt szabva, hogy a csapatnak legyen hivatalos vezetője és hivatásos edzője, ami a szentesieknek nem volt, így elintézte az OTSB-nél, hogy Nádai László minden vizsga nélkül megkapja az edzőjoglevelet és a működési engedélyt. Ezek után fanatikus és erélyes munkával nekilátott a csapat edzésének és vezetésének. Az első kiemelkedő siker, hogy a város vízilabda csapata 1947-ben egy évig az első osztályban szerepel. A következő fotó akkor készült, amikor a SUE, a szegediek kiváló csapatát az 50 méteres medencében 6-4-re legyőzve OB1-esek lettek. Munkájának gyümölcse, hogy a sportág elismerte és megismerte Szentest. Edzői és vezetői munkáján kívül nagyon sokat kellett hadakoznia a kor politikájával. Szóvá tették a világháború után, hogy csapatában sok volt katonatiszt játszik. Miután ez a csapat kiöregedett, ezek a gondok is megszűntek. Sőt, ez a kérdés annyira elavult, hogy megkapta az érdemes sportoló és kiváló sportvezető kitüntetést. Képzeljék, még a pártba is be akarták léptetni. Végül sikerült életben maradnia. Hajrá, Kinizsitől zengett az uszoda. Fénykorát éli a csapat, egy évtizedig a vidék élé halad. Egybefort egységben az erő, együtt harcol a csapat és vezető. Szárazon és vízen együtt viaskodik, a sok siker erről tanúskodik. Az akkor szokásos politikai átszervezések következtében a szakosztály elszakadt a Vasutasport Egyesülettől, Haraszti doktornak sikerült az új gazdát megszereznie, a Ferencváros fiók csapata lett a Szentes. Ez volt a szentesi Kinizsi ese. Ez a korszak volt legtermékenyebb szakasza Haraszti Ervin sportpályafutásának. Ekkor volt az, ahogy mikor a balladában zengett, a hajrá Kinizsitől zengett az uszoda. Az edzői munkát Rébeli Szabó Józseffel a csapat kapitányával közösen végezték. A szükséges adminisztratív munkákat Kisottó végezte hallatlan lelkesedéssel. Osztályozókért folyik a harc, most vagy soha. Odafent bundázik egy sötét maffia. Nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Zendus vezír nevében kiállt a nép. Fegyvert fegyver ellen! Az elhárítás tetre kész. Határban várják a csalfa bírókat, vízüres uszadával a bundázó csapatokat. Míg nem rajtuk is teljesül az átok, széthúzás, ármány, hatalmi álmok. Hírneve megtépázva dicsőséges sárba, dicstelen szereplést menteni próbálja. Az idők folyamán a Kinizsi is megszűnt. Nem volt egyesület, aki átvehette volna a szakosztályt. Végül Haraszti egyik régi barátja, Lengyel Károly, a Csongrád megyei vízművezetője lett a névadó. Ezzel az edzés kérdése is megoldódott, hiszen az uszoda gondozójának a csapata lett a Szentes. Ezután hosszú évekig csak másodosztályú mérkőzéseket láthatott a közönség. 1960-ban és 62-ben egy-egy évig újra bejutott a csapat a legjobbak közé, de nem sikerült megkapaszkodnia, kiesés lett a vége. Időközben Haraszti doktor lánya halálos betegséget kapott. Az ország vezetése engedélyezte, hogy a híres és sikeres sportvezető külföldön gyógykezeltesse a lányát, sőt még 400 dollárt is kapott a költségekre. Ekkor irigyei távollétében leváltották, semmire sem érdemes vezető lett. Ez 1964. január 24-én történt. A párt és sportvezetés fővádja az volt, hogy disszidálni készült. Ezzel a taktikával sikerült elérni, hogy ez végül is igazzá váljon. Lánya halála után Németországban Essenben telepedett le. Egy véletlen során ott is kiderült, hogy köze van a vízilabdához.
Felkérték, hogy legyen a helyi csapat edzője. Haraszti természetesen elvállalta. Ugyanazt az utat járta be német csapatával, mint Szentesen, ugyanúgy harcolt a felső vezetéssel, a bírókkal, ugyanolyan elszántsággal, agresszivitással edzette csapatát, mint itthon. Még idegenben sem tudott elszakadni szívügyétől, a vízilabdától. Elmúltak a keserves évek, a szentesi főnix porából újra éled. Régiek viszik tovább a gárdát, magasra tartva a pislogó fáklyát. Új csapat sikere az új korszakot jelzi, új uszoda a sikert tetézi. Erős lett a gyökér, tele az uszoda, világot járja az utódok utóda. Így lett szentes a póló hazája. Utószó jogán a krónikás versét megnyugodva zárja, messze idegenben régi időket látja, hol a póló volt, élete második hazája. A ballada szerzője most már elárulhatjuk, a sokat emlegetett dr. Haraszti Ervin volt. Sok megpróbáltatás után a 70-es évektől folyamatosan a legjobbak között volt a szentesi legénység. Ebben óriási szerepe volt a városi úszoda névadójának, dr. Rébeli Szabó Józsefnek, aki 1964-ben, látva, hogy kiöregszik a keret, az alapoktól újra kezdett mindent. Kisgyerekek képzésével építette a klubot, magára vállalva a szakosztály minden feladatát, még az akkor újdonságnak számító erőnléti edzéseket is bevezette. Aztán a szívvel lélekkel végzett munka gyümölcse 1972-ben beérett, a kizárólag szentesiekből álló csapat lett a másodosztály bajnoka, és kezdte el újra azóta is tartó OB1-es tagságát. Így szentesen kitartó és szívős munkával az utódok elérték, hogy Szentes a póló hazája legyen. Következzen most egy képes összeállítás az 1972-es sikerről, az OB1-re jutásról. Egy vasutas, egy fogorvos és egy jogász. Három teljesen különböző területen tevékenykedő szakember. Egy valami azonban összekötötte őket. A sport és elsősorban a vízilabda szeretete. Nélkülük nagy valószínűséggel nem beszélhetnénk ma a szentesi vízilabda meghatározó szerepéről. Nem lenne a város egyik jelzője bárhol az országban a vízilabda. A szentesi vízilabda sport legendás szervezőinek munkássága előtt tisztelegve az üdülőközpont fogadóépületében 2015-ben emléktáblát helyeztek el. 1972-ben készült el a már egyértelműen a vízilabda sporták számára épített 33 méteres medence, majd néhány esztendő múltán átadásra került a 25 méteres tanmedence is. Mai adásunkat egy 1973-ban készült videótudósítással zárjuk. Irány a 33-as medence. Jó szurkolást! Felvételeink a Budapesti Vasutas Sportklub és a Szentesi Vízmű OB1-es vízilabda mérkőzésen készültek. Ezen a mérkőzésen 7-3-ra győzött a BVSC. A vízmű csapatának azóta osztályozó mérkőzést kellett játszani az első osztályban való bennmaradásért. A Kecskeméten lejátszott két izgalmas mérkőzésen a központi sportiskola csapata ellen győzött a vízmű. Így jövőre ismét első osztályú mérkőzéseket láthat a szentesi közönség.
Kedves nézőink, ezzel a Szentes Annó a vízilabda sport szentesi históriáját bemutató adásának első része végéhez érkeztünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikó Tóth Tibor és a vágó Viola István. Korábbi adásaink visszanézhetőek a Szentes Film csatornán. A jövő héten a Szentes Annó Plus jelentkezik majd. A vízilabda klub történetét bemutató adás második része 2 hét múlva lesz látható a Szentes Televízióban. Viszontlátásra!